Ez a hamarosan elkészülő laktárcsarnok is jelzi, hogy újabb fejlesztésen esett át ez a Bonyhádi nyilázárókat gyártó és építőanyagokkal kereskedő cég. A fejlesztés egy közbenső állomás, és a cég várhatóan tovább erősödik majd a piacon, ami további építkezésekben és beruházásokban ölt majd testet. Az ünnepség Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról szólt, az elmúlt esztendők eredményeként Bonyhádtól nem egy a legdinamikusabban fejlődő területe volt. Ha csak a GINOP-os pályázatokat nézzük, akkor az elmúlt 5 évben közel 9 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett be ezen a területen, és akkor még nem beszéltünk az egyéb gazdaságfejlesztési programokról, nem beszéltünk a mezőgazdasági vállalkozók támogatásáról, fejlesztési forrásairól, és még a magyar falus összegeket, illetve egyéb más területi operatív programokat sem tettük ebbe bele, úgyhogy mindenképpen legyünk erre büszkék, ez is egy GINOP-os pályázat, ami most meg fog valósulni. Egy erős Magyarország kell ahhoz, hogy mindazt a kormányzati intézkedéscsomagot, azt a kormányzati programot végre tudjuk hajtani, amit az elmúlt időszakban is megtettünk. Természetesen a családtámogatási rendszernek, a rezsicsökkentésnek és minden kormányzati intézkedésnek az az alapja, hogy Magyarország gazdaságilag egyre jobban teljesít. A most induló beruházás összértéke 270 millió forint, melyből 190 milliót a magyar állam biztosít pályázat útján. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt emelte ki, a vállalkozások is jelentős sikerrel indultak a forrásteremtő lehetőségeken, és az így nyert pénzek hozzájárultak Bonyhád fejlődéséhez. Önmagában az önkormányzat mit sem ér, az itt működő családokkal, itt élő családokkal és az itt működő vállalkozásokkal alkotunk egy teljes egészet, és városvezetőként az önkormányzat élén, ugye én elsősorban általában az önkormányzati sikerekről, illetve pályázatokról, eredményekről szoktam beszámolni és számot adni, azokról a forrásokról, amit az önkormányzatnak van lehetősége megpályázni és idehozni, és ami az elmúlt időszakban megközelítette a 9 milliárd forintot, és ritkában esik szó azokról a pályázatokról és azokról a fejlesztésekről, amelyek pedig a vállalkozások számára elérhetőek. A statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban Bonyhád ezen a területen is sikeres volt, hiszen az itt működő vállalkozások az elmúlt években megközelítőleg 2 milliárd forint pályázati forrást tudtak a városba hozni, és ezáltal élénkíteni az itt működő gazdaságot. Ami további munkahelyek létrehozását jelenti, és ezzel erősödik a város gazdasága is, tette hozzá Bonyhád polgármestere. A beruházás tulajdonosa Schnieder Péter kiemelte, csak innovációval lehet versenyképesnek maradni ma Magyarországon, ezért döntenek a folyamatos fejlesztések mellett. Ezzel a csarnok beruházással, ezzel körülbelül most egy olyan 5 fővel fogunk bővülni rövid távon, aztán meglátjuk, hogy középtávon ez hogy fog alakulni, lehet, hogy még a telephelyet is kinőjük. Gyakorlatilag én itt születtem, itt nőttem fel, otthonosan közlekedünk és vagyunk, tehát gyakorlatilag mai logisztikai lehetőségekkel tulajdonképpen bárhova el tudunk jutni, bárhova tudunk szállítani, nagyon jó munkatársakat találunk a vállalkozásunkhoz, tehát itt látjuk a jövőt. A raktározási céllal megépülő csarnok a fejlesztés közbenső lépése, a teljes beruházás befejezése tovább erősíti a céget, és ezzel Bonyhád és környéke gazdaságát.